Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra is a lehetőség, hogy kér egy személyes havi jóslást, a díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A férfiakra, vagy a lelki társadra itt ez a kártya utal. Jelenleg még nincs egy olyan szoros kapcsolat kettőtök között, de itt az utak mutatják azt, hogy ő útban van hozzád, itt lesz egy hír, és hamarosan lesz egy találkozás is. A kártya vetőnő jósol neked. Azt fogja jósolni, hogy ami a hivatásodat, a munkádat, vagy egy tevékenységet illet, lesznek fontos beszélgetések, itt tisztázódik valami, kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, lesznek változások, a szerelmi élet területén találkozni fogtok, itt is látható a találkozás, ő útban van hozzád, és te és ő belepillantatok a tükörben, tehát fontos az, hogy milyen a külső, milyen a hozzáállás, és itt látható ez a nyitottság egy testi kapcsolatra. Ha te egy hölgy vagy, benne vagy még az arany kalitkában, valami fogva érez, valami miatt fogva érzed magadat. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat. De itt a gólyák jelentik a változásokat, kilépsz ebből a helyzetből, felszabadítod magadat. Itt a fejed fölött lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Te szeretnél vele találkozni. Lesznek változások. Lehet, hogy megváltozik a hozzáállásod. Itt a kártya vetőnő jelentheti azt, hogy valaki tanácsot ad számodra, vagy érdekel ez a téma, és saját magad veted a kártyád. Itt láthatóak a beszélgetések, és szeretnél valakivel valamit rendezni, valamit tisztázni. Ami őt illet, a feje fölött ez a kép jelenti a nyitottságát, és egy kellemes meglepetést, egy látogatást, egy ajándékot útban van hozzád. Azon kívül nála vannak külföldi kapcsolatok, ezek lehetnek internet kapcsolatok, vagy kereskedelmi kapcsolatok is. Ami őt illet, ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt vannak a lehetőségek, egy kellemes meglepetés, megajándékoz téged, eljött ennek az ideje, látható a nyitottsága, és fellép a nyilvánosságon, megkapja az elismeréseket. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy. Itt rendeződik valami, hiszen kinyílik ez a könyv, kiderül az igazság. Ez a torony és a könyv, az lehet egy iskolázás is. Ezzel az utazással szintén egy vonalban van, változik az irány, lesznek nála külföldi kapcsolatok, vagy egy utazás, az lehet, hogy külföldön él és meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te oda utaznál, ha meglátogatnád őt. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Változnak a dolgok körülötted, tisztázódnak, rendeződnek az események. De itt a háttérben látható egy csoport, a cselegés. Előfordulhat,
hogy rólad beszélnek, tehát légy óvatos, különösen, ami a barátságokat vagy az ismerősöket illet. Itt is látható a csevegés, a háttérben ez a hegy jelenti a problémákat. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. Itt ez a férfi közeledik hozzád, lesz egy találkozás, lesznek külföldi kapcsolatok, és mint említettem, légy óvatos, ami a barátokat, ismerősöket illet. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt van egy tevékenység, egy hobbi, ez lehet a kártyavetés, itt van a gyógyító erő, ez is érdekel téged. És most megtekintjük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét november hónapban itt látható. Itt van egy tevékenység, ez a kártya pedig utal a munkára, a hivatásra. Itt lesznek fontos beszélgetések, tisztázódik valami, kinyílik egy ajtó számodra, ezek a lehetőségek. Itt vannak külföldi kapcsolatok, utazások, egy kreatív tevékenység. Ha én ezt a képet megtekintem, néha az jut eszembe, hogy valaki kosztümöt visel, és nem becsületes veled szemben, és egy vonalban van a barátságokkal, ahol itt is látható ez a csevegés, tehát megint arra utal, hogy légy óvatos. Azon kívül itt látható ez a játszadozás, hogy valaki játszadozik veled, vagy vele. Ez lehet munkahelyi kapcsolat is. Persze ez a játszadozás és a munka azt is jelentheti, ha van egy lehetőség, és kinyílik itt egy ajtó, akkor ne játszd el ezt a lehetőséget. Második hét november hónapban itt látható. Ez a kép szintén a lehetőségekre utal, és szerencsét hoz. Lesz egy találkozás, megváltozik valami a szerelmet illetően. Ez a férfi útban van hozzád. Nyitott erre a párkapcsolatra, itt ez a tekercs jelenthet szerződéseket, de jelent egy hírt is. Lesz egy meghívás, egy találkozás, megváltoznak a dolgok, erre esküszik a kártyavetőnő is, itt is látható ez a találkozás, akkor is, ha a háttérben ez a hét utal egy átmeneti időszakra, de javulni fog a helyzet, és útban van hozzád. Harmadik hét november hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, benne vagy még ebben az arany kalitkában. Ez egy szűkös helyzet. Te kilépsz, ebből lesznek új kapcsolatok, nyitottság. Itt látható az időpont, hogy most eljött annak az ideje, hogy felszabadulj ebből a helyzetből, kilépj ebből a kalitkából, és itt a gólya segít, hiszen utal a változásokra. Itt tükröződik számára és számodra is valami, jelenti a nyitottságot, a testi közeledést, ami az otthonodat, a családot illeti, erre utal ez a ház, itt is lesz egy új irány, változások. Vagy valaki közeledik hozzád, lesz egy látogatás. Ez a ház azt is jelentheti, hogy itt kiépül kettőtök között valami, ez lehet egy közös otthon tervezése, és itt ez a kapcsolat, lehet szerződés is. Ez a könyv jelenti az ő nyitottságát, vagy az, hogy te tervezel valamit, és tanulni fogsz valamit. Utolsó hét november hónapban itt látható. Egy jó hír útban van hozzád. Ez lehet egy jó hír, de lehet egy előnyös szerződés is, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak. Ami a baráti kört illeti, itt vannak csoportok, találkozások, pletykák, úgyhogy légy óvatos, hogy ki mit mond ugye a hátad mögött. Lehet, hogy ez kicsit betegít téged, és benne vagy ebben a toronyban,
benne vagy az arany kalitkában, valami fogva tart téged, vagy érzed azt, hogy valami nem stimmel, de nem mered kimondani a véleményedet. De fordulj el ezektől a hamis emberektől, és akkor itt van a nyilvánosság, meg fogod kapni az elismeréseket, és itt látható a nyeremény, a gazdagság, ez lehet a pénzügyi dolog, vagy jelenteti a belső értékeket is, hogy akkor is, ha ők itt pletykálkodnak, nincs semmi baj, mert a nyilvánosságon, és ami őt illeti nála is, megkapod az elismerést, hiszen értékes vagy mások számára, értékes vagy számára is. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!